Tudod, amikor azt mondtad, hogy olyan vagy, mint Jason Statham, vagy hogy olyan a munkád, mint James Bondnak, azért nem teljesen erre számítottam. Nézőpont kérdése. Ez csak egy játsza. Ha fel kéne fedni magunkat, akkor... Tudom, meg is kéne, hogy jöjjön. Nagyon eredeti. Örülj inkább, hogy a főnök megengedte, hogy eljöhess velem. Na, úgyis nem sokára indulunk B-ből B-be. Azt úgy mondják, hogy A-ból B-be. Az B-ből B-be, business to business, oké? Okay? Ma én végeztem, mindjárt itt a Szilvi, és aláíratja veled a papírokat. Kezi csokolom, örülök, hogy megismertem. Én is. Te, ez a Viktor, az a rémisztő bérgyilkos kollégád, aki mindig keresztbe tesz neked? Nekem tök kedvesnek tűnik. Pedig ő az. Folyton a nyomomba van. A meggyőződésem, hogy valami kettős van neki. Sziasztok, itt kell aláírni, Gabika. Köszönöm. Te nem azt mondtad, hogy ez a Szilvi, ez egy ilyen leszakadt toprony? De hát le is van szakadva. Tudod, mi van leszakadva? Az állad az. Tudom, hogy már mesélted, de most úgy még egyszer meghallgatnám, hogy ez a Szilvike, ez hogy szervezett be téged ebbe a veszélyes melóba? Már mondtam, egy sötét, lepukkant lebúj volt. Tejet kérj egy kis dobálóban. Látom, szeretsz veszélyesen élni. Ráadásul laktózérzékeny vagyok. Meg se kérdezed a nevem? Engem Szilvinek hívnak. Bond. Gabe Bond. Gabika, csak azért, mert öltöny volt rajta, te már úgy fested le magad, mint James Bond. Gabe. Gabe Bond. És ne szakítsál félbe. Szóval... Munkát ajánlok. Pont egy ilyen bátor férfire van szükségem. Rád nyomult, na persze. Sssst! Igen, de hát nyilván visszautasítottam. Nem lehet. Nem lehet. Nekem barátnőm van, és ő életem szerelme. Sajnálom, kicsit elragadtattam magam. De a sármia. A sármia? Az életem szerelmét ezért meg se hallottad. Na, neki nem ezt mondtam. A munkát meg elfogadtam. Aha, értem. Tehát akkor most inkognitóban vagyunk, és azért nincs rajta az öltöny, meg a sárm. Egy nézőpont kérdése. Veszélyes anyagot szállítunk, Krisztina. Nem kell a feltűnés. Meséltél egy urán szállítmányról. Az sem tűnt túl diszkrétnek. Hogy is volt? Ez plutónium volt, és nem én akartam a felhajtást. Majdnem a célhoz értem, amikor észrevettem, hogy... Követnek. Azt mondtad, hogy a Szilvi is veled volt. Ha folyton félbe... Beszakítasz, akkor nem mondom el. Bocsánat! Folytasd, kérlek. Követnek. Villog a reflektorral, az amatőr. Már vagy 20 percen jönnek mögöttünk. Tudom. Észrevettem. Itt elkanyarodok jobbra. Egy balos. Megint balra, és most jobbra. Gratulálok. Visszakanyarodtál elé. Hát éppen ezért folytattuk az utunkat motorcsónakkal. Mondjuk ez új. De pedig azt is mondtam, hogy a Szilvi hisztizet. Gyűlölem, amikor... a párás levegőtől és a sós víztől begöndörödik a hajam. Azonnal álljunk meg. Meg kell szárítanom, és amúgy is követtek. Hát épp ezért inkább motorral mentünk tovább. Követnek. Össze akar zavarni a reflektorra. Egyfolytában követnek. Ide legalább. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrimp. Sós víz. Jaj, ne veszélj már a lényegtelen részletekbe. Hát azért a sós víz nem annyira lényegtelen tényező itt Pest megyében, Mr. Bond. Nézőpont kérdés a borsodban volt. Ja, bocsánat. Ne haragudj, hogy ilyen durván félbeszakítottalak. Te Szilvi? Igen? Nagyon rázósak ezek a borsodi utak, mehetnénk inkább kocsival. Na nem azért, mert nem tudok motorozni, mert hogy én vagyok a legjobb motoros, csak plutónium van nálunk, és a húzattól begyullad a füled. Ezt így mondtad neki. Így. Úgyhogy kocsival mentünk tovább. De még mindig. Követnek, villog a barom. Tapos bele. Igazad van. Nem menekülhetünk örökké. Kitaposom a belét. Feszültem, várom a végét.
lesz is feszültség. Kiszálltam a kocsiból, és szembenéztem az ellenségemmel. Kiderült, hogy az üldözőnk nem más, mint Viktor. Dulakodni kezdtünk. Aztán karatéztunk. Majd megint dulakodtunk. Majd pisztolyt rántott, és azzal dulakodtunk. Ám egy váratlan mozdulattal, amit a kiképzésen tanítottak... És akkor így felülkerekedtem az ellenem törő gaz Latoron. Nőhaja megmentve, a főgonosz legyőzve, az áru meg leszállítva. Na, meg is jöttünk. Azért szerencsét, hogy ez egy ilyen nyugodt küldetés volt. De leadom az árut, aztán mehetünk is vissza a telepre. Szia, te vagy a főnök lánya, igaz? Csókolom, igen. Hello? Jó napot, szeretnék ráncfeltöltésre kérni egy időt mondott SOS, mert egy kis csitri lecsókolomozott. Igen, holnap 11, tökéletes. Köszönöm. Na szóval, te ismered az itt dolgozókat, ugye? Igen. Mi igazabb van, hogy a Bond Gabika a Szilvivel plutóniumot szállított, és a Viktor 5 megyén keresztül üldözte őket? Minden. Minden? Ezt elmesélni? Főnök, Gabika rossz árut vitt el. Tudom, hívd fel, hogy forduljon vissza. De itt hagyta a telefonját. Hát akkor indulj utána. Álljál már meg! Mit kanyarog ez itt plutóniummal megrakva? Most hova tűnt? Ah, megint itt van. Belehajt minden pocsolyába. Kint van a feje a kocsiból. Álljál már meg! Ez eszi a bogarakat. Ú, basszus! Hiszel? Hiszállok én is. Igen, én villogtam 600 kilométeren keresztül. Nem haragszom, Gabika, csak add ide a plutóniumot. Rendben elmondom a főnöknek, hogy 5 megyén át nem működött a féket. Örülni fog. És akkor Viktor visszahozta a plutóniumot. Szóval igaz a történet. Hát nézőpont kérdése. De miért úgy mondod, hogy plutónium? Mert ez a neve. Kutyás kocacukor. A plutóniumtól a plutóniumig. Mi intézzük a fuvart B-ből B-be. Indiánsped. A cég, aki mindent visz.